Megválasztotta egy újabb öt éves mandátumra Áder Jánost Magyarország államelnökévé a Budapesti Országgyűlés. A titkos szavazáson két fordulóra volt szükség, miután Áder az első körben egy szavazat hiány nem kapta meg a kétharmados támogatottságot. Kövé László házelnök vezette be az ülésterembe Áder János köztársasági elnököt, aki felesége kíséretében érkezett a nagynapra. Áder a szavazás előtt elmondott beszédében azt mondta, első mandátumának célkitűzése az volt, hogy tegyék központi kérdésé a teljesítményt, és ez most sem változott. Abban a szándékomban, hogy életünk központi kérdésévé tegyük a teljesítményt, az elmúlt évben csak megerősödtem, hiszen rengeteg bizonyságra leltem. Az ellenzék jelöltje Majtényi László programja ismertetésekor úgy fogalmazott, lehetőséget kell adni az állampolgároknak, hogy időnként leváltsák azt a hatalmi elitet, amelynek teljesítményével elégedetlenek, illetve a szerinte a magyar államot átszövő korrupciót ostorozta. A korrupció maga alá gyűrte az államot. A polgárai által ellenőrzött állam a rendelkezésére álló legszigorúbb eszközökkel küzdjön a korrupció, különösen annak az állami intézményeket használó formái ellen. Kósa Lajos, Fidesz frakció vezetője az államfőválasztás utáni sajtótájékoztatóján értékelte a két köztársasági elnök jelölt beszédét. Kijelentette, Majtényi ellenzéki aktivista beszédet mondott, ezzel szemben Áder János államfői beszédet. Ki is előtte azokat a magyar nemzet egysége szempontjából legfontosabb értékeket és ügyet vagy ügyeket, amiben ő egyébként az aktivitását szeretnék kifejteni. Az pedig, ami a szavazáson történt, az előre ható volt. A titkos voksolás második fordulójában Áder János a fidesz KDMP jelöltje 131 szavazatot kapott. A baloldali ellenzék által támogatott Majtényi Lászlóra 39-en szavaztak.